Az üdvözlés ez, hunyd be a szemedet egy kicsit, és hangolódjunk a térre és egymásra, akik itt vannak most az élő online joga gyakorláson. Csak egyszerűen a nyitottságoddal engedd meg, hogy összekapcsolódjunk, összekapcsolódjon a finom energetikánk ebben a térben, és érezheted, mintha együtt lélegeznénk, akár szívtől szívig. Szívből üdvözlünk benneteket, namaszté! Amikor a következő belégzésed jön, finoman engedd vissza a mákost, nyugodtan igazítsál az ülésen, ha nem kényelmes, illetve ki is veheted az ülőpárnát, hogyha ez is kényelmetlen, de most egy kicsit hosszabb ideig fogunk ülni. Egy légző gyakorlattal fogunk kezdeni, miután ez egy stresszoldó jóga. Ezért próbáltunk olyan feladatokat összegyűjteni, akár légző gyakorlatokat, ászanákat, különböző jóga eszköztárából használt gyakorlatot, ami segíti oldani a stresszt. A legfontosabb ugye a jelenléted ezen az órán, hogy próbáljál jelen lenni, és azt legkönnyebben úgy teheted meg, ha összekapcsolódsz a légzéseddel tudatosan, és ezt próbálod ezt a kapcsolatot fenntartani egészen az óra végéig. Tehát, hogy esetleg gondolatfolyamokba találnád magad, akkor mindig csak húzd vissza a figyelmedet, és figyeld meg, ahogy finoman áramlik a légzés az orrjáratokon. Ha kényelmesen elhelyezkedtél, egy válkörrel lazítsd a váll feszültségeit, majd engedd le a karokat a tested mellé, és engedd, hogy a következő belégzés megemelje a karjaidat a magasba. Nyújtózzál kellemesen, és kilégzésen finoman engedd le a sűrű térbe a karokat. Ezt még egyszer ismételd, ezt a nyújtózást. Nyugodtan használd a tekintetet is, a nyakcsigolyákat. És harmadjára is nyújtózzál meg a sűrű térben, amit elképzelsz magad körül, és kilégzésre engedd le a karokat. Vállkörrel enyhítsd a váll feszültségeit. És most engedd a bal tenyeret az alhasra, és a jobb tenyeret pedig a bal kéz hátra. Lazák a vállak, és fejtetővel finoman nyújtózz meg, érezd, hogy az ülőgumókból indul a nyújtózás felfele. Szinte érzed, hogy a csigolyák között tér keletkezik, felsóhajtanak a csigolyák szinte. Nyugodtan lehúnyhatod a szemed ebben a gyakorlatban. És húzd a figyelmedet az itt és mostban, minden térből és időből érkezz meg ide. Engedd el a múlttal kapcsolatos gondolataidat és a jövővel kapcsolatos mentális folyamataidat. Érezd a teret, amiben helyet foglalsz. Hagyd, hogy a légzésed orrodon keresztül csak megtörténjen. Te vagy a szemlélő, aki megfigyeli ezt a folyamatot. Próbáld meg ítéletmentesen, kíváncsian, felfedezően figyelni a létezésedet, ahogy kitöltöd a teret. Tudatosítsd tested belső energiamezejét, ahogy itt ülsz most. És minden kilégzéssel engedd el, ami nem szolgál téged. És csak figyeld meg a légzésed áramlását orron keresztül finoman. Jelenleg milyen a belégzésed, és milyen a kilégzésed. Nem kell megítélni, csak megfigyelni. Könnyű-e a belégzés, és könnyű-e a kilégzés. Ha úgy érzed, hogy valamelyik elakadt a testben, csak finoman engedd, hogy folyamatos áramló legyen ismét. És tudatosítsd, hogy minden kilégzéssel elengedsz mindent, ami nem szolgál téged. Tudatosítsd a tenyereket, a hasfalat, és gondolatban képzeld el, hogy a tenyereken keresztül lélegzel, alhason. Csak lazán ne erőltesd a folyamatot. Szinte érzed a rekeszizmok mozgását, és érzed, hogy finoman, egyre jobban mélyül a légzés a tenyerekből.
kérlek, ne erőltesd a folyamatot, csak mentálisan képzeld el, hogy a tenyereken keresztül lélegzel. Ez automatikusan engedni fogja, hogy a hasfal táguljon a belégzéssel, és kilégzéssel pedig szűküljön. Jó leső legyen a légzés, ne erőltetett és folyamatos, áramlós. Puha a belégzés és könnyű a kilégzés. Ha elkalandozol, akkor csak finoman húzd vissza a figyelmedet a légző gyakorlatra. És figyeld meg a tapasztalásaidat, hogy esetleg a gondolataid csendesebbek lettek-e ez alatt a néhány másodperc alatt? Vagy még sok az aktivitás az elmédben? És akinek van kedve és lehetősége, uralhatja most a légzését. Belégzés 3 számolásra történik, és a kilégzés 6 számolásra. Nem kell erőltetni, inkább csak megengedően kísérd ezt a folyamatot. A hosszabb kilégzés erősíti a paraszimpatikus hatást, ezáltal segíti az ellazulást. És természetesen, akinek jól esik, az növelheti 4 belégzésre és 8 kilégzésre a folyamatot. De csak is akkor, ha jól esik. A jógában a jelenléten kívül nagyon fontos a türelem, hogy türelmesek legyünk magunkkal. Mindig a folyamatot figyeld, tapasztald. Figyeld meg a testedben, hol érzel feszültséget. És azokat a pontokat egyszerűen csak lazítsd el tudatosan. Mindig a tudatosságban van választásunk. Most pedig tér vissza a spontán légzésedhez orrodon keresztül, bozsd a kéztartást, engedd le a kezeket a térdekre, és csak figyeld meg pár másodpercig, hogy most milyen mentális állapotban vagy. Összetudtál-e kapcsolódni a légzéssel? És kérlek, egész óra alatt próbáld ezt a tudatosságot fenntartani, hogy mindig figyeled a légzésed áramlását, folyamatosságát. Ha túl szapora lesz a pulzusod, a légzésed felgyorsul, akkor kérlek mindig lassítsd a folyamatot, vagy pihenj, és utána kapcsolódj be újra, amikor középpontodba kerültél. Nyugodtan mozgasd át egy kicsit magadat, vagy a csípőt, illetve most már a testgyakorláshoz kiveheted a plédet magad mellől. Cserélhetsz lábtartást, aki keresztezett lábülésben van. Persze nem kötelező semmi. És nagyon fontos, hogy tartsd tiszteletben a határaidat. Hogyha fáj valami, vagy nem esik jól, akkor kérlek, pihenj, tudatosítsd mindvégig a testérzeteket, és kapcsolódj a légzésedhez. Engedd le a karokat test mellé, és egy könnyű belégzéssel nyújtózz felfele, hosszú vagy, és utána engedd le a karokat. Belégzés, tartsd fent a karokat, kilégzés, és utána minden belégzéssel nyújtózz el először jobb karral, kilégzés középen, belégzés bal karral. Érezd, hogy egyre hosszabb vagy, finoman távolodnak a csigolyák, lehet, hogy egész nap nem nyújtóztál még meg, pláne aki irodai munkát végez, sokat ül, érezheted a hát feszültségeit. És hogyha bal karral is megnyújtóztál, kilégzéssel engedd le a karokat oldalra, és mindig vállkörrel enyhíteted a váll feszültségeit. Belégzés megemel, a kilégzés összehúz, a belégzés megnyílás, tárd a karokat, a kilégzés finom elengedés. Mindvégig használhatod a sűrű térmentális képét.
egészen másképp fogsz mozogni, ha elképzeled, hogy sűrű térben mozogsz. Nyújtóz. Nyújtóz előre, tárd ki a mellkast, nyugodtan húzd hátra a karokat, amíg jól esik, és kilégzéssel simítsd el a teret. Engedd le a karokat, támaszkodjál meg a jobb tenyereddel, és belégzéssel nyújtózzál meg a jobb karoddal, és kilégzéssel pedig nyújtsd meg a jobb oldalt kellemesen. Belégzéssel visszajössz, kilégzés, leenged a kar. Oldalcsere, belégzés, hosszú vagy, és kilégzéssel puhán nyújtóztatod a bal oldaladat. Mindig próbáld a légzésedhez igazítani a faladatot, tehát nem kell velünk tartanod, hanem ahogy a te légzésed áramlik, úgy áramlik a tested vele. Légzéseddel össze vagy kapcsolódva. Engedd le a karokat, és nyugodtan vállkörrel enyhítsd megint a váll feszültségeit. Nyolcasokat fogunk rajzolni a karunkkal, megmozgatjuk a gerincet. Belégzés után kilégzéssel szűkítjük a vállakat, karokat, készfej szinte összeér, készhát, és a belégzéssel pedig kitárod a mellkast. Két nyolcast rajzolsz a tested mellé, és úgy mozdítsd a tested, ahogy jól esik, domborít a hát, és megnyújtózol. Ugye itt nem tudsz túlnyújtózni, amikor ülsz, én azért szeretem a gerincet ülésben átmozgatni, csak nem mindenkinek megy. Ha valakinek ez kellemetlen, akkor kérem üljön székre fel, vagy a kanapéra, ott is el lehet végezni ezeket a bemelegítő gyakorlatokat. És megint érezd a sűrű teret, ahogy húzod a karodat. Megváltozik a tér. Erősödik a tudatosságod. Figyeld tested belső energiamezejét, hol van esetleg energialakadás. És a következő kilégzés után állítsd meg a mozdulatot, egy belégzéssel visszatérsz középre. Kapaszkodj a térdekbe, és kezdj el csípőkörzést végezni a jobb oldalra. És itt el is képzelheted, mintha egy hengert kerülgetnél a törzseddel, tehát vidd bele a mellkast is a mozgásba, a törzset, nyugodtan kapaszkodj a térdekbe, de nagyon fontos itt is, hogy jól eső legyen a mozgás. Légy tudatos, hogy mit csinálsz a térben, egészen a lábujjhegyedtől, a fejtetődik, hogy mi zajlik a testben. Ami az elmében zajlik, az minden a testben is zajlik, sejtszinten, tárolva van. És a másik irányba is kezd el a körzést. Belégzés elől, kilégzés hátul. De ha neked éppen fordítva esik jól, akkor nyugodtan engedd meg ezt a nyitottságot, hogy úgy végezd a feladatot, ahogy neked jól esik. És a következő körzés után térjél vissza a középpontodba. Nyugodtan mindig lazíts az üléseden, hogyha nem esik jól, vagy esetleg elfáradt a csípőd vagy a térded. Engedd le a karokat, belégzéssel megint nyújtózzál meg. Kilégzés, engedd le oldalra a karokat. Belégzés középen, és kilégzéssel egy csavarással nyújtózzál hátra. Belégzés középen, és mind a két kart viszed a másik oldalra, jobbra. Belégzés táramálkas, kilégzés, egyenes gerincet csavarod, egészen az ülőgumoktól a fejtetőig történik, a finom csavarás. Ugye teljesen törzsizomból történik, nem feszíted meg magad a karok segítségével. És nyugodtan kérlek, most már használd a nyakadat is, a tekintetet. Nézd meg, meddig tudod hátra vinni, mennyire vagy nyitott, vagy kíváncsi a világra. Körbe tudsz-e nézni? És még jobb oldalra is végezd el a finom csavarást. Térj vissza a középpontodba, engedd le a karokat, lazítsd a vállakat. Következő belégzéssel nyújtózzál ismét fel. Most már könnyedebben megy valószínű, engedd le oldalra a karokat. És nyújtózzál el jobb oldalra úgy, hogy fél fordulatot tesz a tenyér, az egyik felfele néz, a másik lefele. Most túl messze vagyunk, ti nem biztos, hogy láttok. De ahova elnyújtózol, mindig az a tenyér néz felfele, a másik pedig, ja nem, sőt, mind a kettő felfele néz, bocsássatok meg. És engedd, hogy a tekinteted is kövesse a folyamatot, itt is használd a nyakcsigolyákat.
belégzéssel elnyújtozol, kilégzés középen. Még egyszer ismételd. És bal oldalra fejezzük be. Engedd le a karokat, és öleld meg magad. Belégzés, táramálkas, és kilégzés, ismét öleld át magad, most a másik kéz van elől. Szinte meg tudod fogni a lapockákat. Engedd le a karodat, és nyúlpózba helyezkedj el a szőnyegeden. Át lehet billenni a térdeken, vagy oldalra is ki tudod húzni a lábakat. Összeérint a nagy lábúj hátul, kinyit a térd, és úgy süllyed a csípőt, vagy az ülőgumó a sarkakra. Akinek fáj a térde, az minden esetben használjon plédet a térd védelme érdekében, így az utolsó kétharmados részre tedd a plédet, ringasd be a csípődet a két szom közé, és nyújtózz előre a karokkal. Engedd, hogy a kézujjaid terpezben legyenek, hiszen egész nap össze vannak zárva, nyisd szét a kézujjakat. Engedd, hogy aktív legyen a tenyér, és kezdj el előrefele nyújtózni. Hosszú a hát. Emeld meg egy kicsit belégzéssel a homlokodat. Legyen aktív a tenyér, figyeld meg így a nyújtózást, amikor már nem vagy belelazulva, aktív a hasfal, a köldök területe is. Hajlítsd az álladat, vagy engedd le az álladat, nézd meg a köldöködet, és domború háttal gyere fel, négy kézláb támaszba, nézz előre, emeld meg a mellkast, és told vissza magad a sarkakra. Ezt ismételd még párszor, belégzésre domború háttal finoman feljössz, és kilégzéssel a tenyerek segítségével tudatosan ülsz vissza a sarkakra. Itt is figyeld meg, hogy esetleg hol vannak a gyenge láncemek a testedbe, a talptól egészen a fejtetőig. Figyeld meg, hogy kapcsolatban vagy a légzéseddel. Kondicionáljuk az elmét a jelenlétre. És a légzés mindig kéznél van, mindig össze tudsz tudatosan kapcsolódni vele, és nagyon sok információt is árul el az aktuális állapotodról. Következő alkalommal, amikor már nyúlpózba vagy, előre hozod a tekintetedet, és egyszerűen csak felhúzod magad. Nyugodtan egy kicsit a térdeket beljebb engedheted. A karokat nem is szükséges, de ha szeretnéd, letelted a vállak alá is. Belégzéssel megemel a mellkas, kilégzéssel domborít a hát. Belégzés, megemeled a mellkast és a tekintetedet. Kilégzés, domborít, billent a medence. Még egyszer ismételd meg jól esően a gyakorlatot. És a következő belégzés után kilégzéssel told hátra magad nyúlpózba. Hosszú vagy. Belégzés, megemel, asztalpóz. Kilégzés, lefele néző kutyapóz. Aktívak a lábújak, feltol a fenék, hajlít a térd még először. Egyenes a hátad. Arra vigyázz, hogy ne nyújtózzál túl. Aktív a köldök. És persze, ha tudod, nyújthatod a térdeket, kezdj el sétálni. Hol a jobb, hol a bal sarkat tolod le a szőnyegre. Aktívak a kézujjak, a tenyered. Próbáld a két könyök hajlatot inkább egymás fele fordítani, ha tudod. És mint a sétálnál valahova, kellemesen megnyújtóztatod a hátsó izomláncot. Állítsd meg a mozdulatot. Kicsit tartsd ki a lefele néző kutyapózt. Aktív a hasfal, egyenes a hát, aktív a tenyér, és sétálj előre a két kezedhez. Hajlít erősen a térd. Lesüllyed az ülőgumó, megemel a mellkas, és belégzéssel gyere fel lassan. Kilégzéssel engedd le a karokat, és válkörrel enyhítsd a válfeszültségeit. Helyezkedj el a szőnyeg elején, csipőszéles terpezbe. Tudatosítsd a teret, amiben helyet foglalsz. Tudatosítsd a légzésedet, hogy vagy, hogy létezel. Figyeld meg a kapcsolatot a talajjal és az éggel. Belégzésre homlok előtt érint a tenyér, kilégzés székpósz hallít a térd, és magad előtt is érint a tenyér. Belégzés fent, kilégzés lent. Aktív a köldök, ne homorítsál bele a pózba, egyenes a hátad. Ha aktív a köldököd, akkor szinte biztos, hogy nem fogsz túlnyújtózni.
a derekaddal. Hogyha jól esik, akkor jó mélyre is guggolhatsz. Arra figyelj, hogy a derekad milyen visszajelzést ad ezzel a mozgásmintával kapcsolatban. Még egyszer ismételt, belégzésre nyújtóznak fent a karok, és kilégzésre stresszoldó légzést fogunk végezni. Belégzés orron, kilégzés szájon, ha itt a tér, leengednek a karok. Belégzés lassan, kilégzés lazán. Húzhatod a köldököt is hátrafele, akinek sérve van, az pedig egyenes háttal fog lendíteni. Képzeld el, hogy mindent kiengedsz, ami nem szolgál téged. Még egyszer ismételd, rász ki magadból, belégzés lassan gyere fel, és kilégzés üdvözlő tartás. Figyeld meg egy kicsit a testérzeteidet, engedd le a karokat, belégzésre nyújtózzál a karokkal fel, és kilégzés székpózba, engedd le egy kicsit az ülőgumókat, aktív a köldök, a térdek nem előzik meg a lábfejed, és hogyha ez nem esik jól ez a tartás, lehet terpezben is a karod, illetve lehet magad előtt is, illetve lehet lent is, lehet hátul is, tehát ezt te fogod érezni, hogy mi az, ami jól esik. Aki tud velem tovább jönni, az előre forgatja a tenyerét, és ebben az ülő pózban lehúzza a könyököket, zárja a lapockát, és belégzéssel visszanyújtózol. Belégzés fent, kilégzés lent. Nagyon fontos, hogy ne homoríts, kérlek. Húzd be a hasfalat és a köldök aktív. Érezd a combizmok aktivitását, illetve a vállöv lapocka tájékát. Figyeld meg az arcizmokat, homlokodat, hogy megvan-e feszítve. Ha igen, akkor lazítsd el a homlok területét. A segít ellazítani a test többi területét is. Elfáradtál, akkor kérlek, mindig hagyd abba a pózt, és lazíts. Még egyszer ismételjük a gyakorlatot, és nyújtóztass ki a térdeket a következő belégzéssel, és engedd le a karokat. Vállkörrel lazítsd a váll feszültségeit. Fűzd az ujjakat, belégzéssel hozd fel, forgass ki a tenyereket, kicsit hajlít a térd, és nyújtózzál előre, aktív a köldök. Belégzéssel gyere fel, és kilégzéssel engedd le. Fűznek az ujjak, belégzés állig húz. Kilégzés, nyújtóz, belégzés, gyere fel, és kilégzéssel engedd le a karokat. Még egyszer ismételjük. Állig húz, kicsit hajlít a térd. És most már mehetünk mélyebbre, széktartás, guggoljál bele, fűzd az ujjakat, belégzés, állékhúzás. Kilégzéssel nyújtóztatod a karodat, belégzés, hosszú vagy. És a következő kilégzéssel előre hajolsz, érint a mellkas a combot. Fogd meg a könyökhajlatokat, és hagyd, hogy egy kicsit lógjon a test. Mindenképpen a mellkasod érjen hozzá a combhoz, ne legyen itt távolság. És engedd lesüllyedni az ülőgumót, belégzésre gyere fel, ismét nyújtóz, és kilégzés, engedd le a karokat. Fűzd az ujjakat, állik húzás, kilégzés, domborít a hát, belégzés, hosszú vagy, kilégzésre hajolj előre, belégzés, de asztaltartás, fejtető néz előre, áramlik a légzés az orrodon, és a következő kilégzéssel hajlít a térd, letesz a tenyér, és hátralépsz. Deszkatartás. Nyugodtan igazíts be a pózt. Nyitva vannak a kézujjak. Aktív a hasfal. Belégzés, húz a fejtető előre, és kilégzés a sarok hátra. Picit. Engedd, hogy a tested megmozduljon ebbe a pózba. Majd, ha visszatértél, engedd le a térdet, engedd le a mellkast. Lassan helyezkedj el a szőnyegeden, nyújtóztasd meg a jobb és a bal lábat. Húzd a tenyereket a lengőbordákhoz, engedd le a homlokodat. Én most nem tudom leengedni, mert akkor nem fogtok hallani. Tudatosítsd a szilárd talajt, azokat a pontokat, ahol hozzáérsz a talajhoz. Belégzés, megemel a mellkas. A könyököt próbálod közelíteni egymás fele, aktív a lapocka.
kis kilégzés, amikor leengeded a homlokot, szinte leengeded a válladat is a talajra. Belégzés megemel, a kilégzés összehúz. Folytasd légzésritmusban a kis kobra pozíció kigyakorlását, és amennyire jól esik megemelkedni, nyugodtan engedd a testednek. Ne felejtsd el a vállakat kilégzésnél leejteni, és belégzésnél hátrahúzni. A következő belégzéssel kicsit megemelheted a jobb lábat, és a lábujjal hátra nyújtózhatsz. Nagyon fontos, hogy nem magasra emeled, hanem inkább hátra. Belégzés, bal láb, hátra nyújtózik a lábúj. Hogyha sérved van, akkor hagyd lent a lábakat, kérlek. És nem kell sietni, hanem légzésritmusba végezd a feladatot. Figyeld meg, hogy a légzésed áramlik-e, folyamatos-e. Még egyszer ismételd. És bal lábbal. Picit figyeld meg a tapasztalataidat. Csak tudatosítsd, hogy mi zajlik a testben. És utána told fel magad, és ülj hátra nyúlpózba. Belégzés, kilégzés, hátraülsz. Nyújtozz el meg a karokkal. Ringasd bele magad a nyúl pozícióba. Engedd, hogy az ülőgumok süllyedjenek a sarkak irányába. Áramlik a légzés puhán az orrodon keresztül. Belégzéssel gyere fel, domború a hát. Aktívak a lábujjak, kilégzés, lefele néző kutya póz. Engedd vissza a térdeket belégzéssel, és kilégzéssel ülj hátra nyúlpózba. Folytasd. Lehet nyugodtan domború háttal is feljönni, illetve egyenes háttal is, úgyhogy előre néz a tekintet. Próbáld meg légzésritmusba végezni, de érezd az aktivitást is a testben. Az egyik legjobb stresszoldó dolog, amikor mozgunk. Fizikai aktivitással nagyon sokat tehetünk az egészségünkért, az egészséges, ugye a stressz szintért. És még egyszer ismételd, és a következő alkalommal benne maradunk a lefele néző kutya pózba. Aktív a hasfal, aktív a tenyér. Tolod el magad, dolgozol a gravitáció ellen a pózba. Figyeld a derekadat, ne nyújtózzon túl. Majd emeld fel a jobb lábadat lassan. Ha jól esik kiforgatni a medencét, nyugodtan tedd meg. És kilégzéssel húzd a térdet lassan a két kéz közé. Belégzéssel nyújtóz vissza. Kilégzés, húz. Próbáld meg lassan, tudatosan végezni a mozgást. És a negyedikre előre lépünk a jobb kéz helyére. Engedd le hátul a térdet. Támaszkodj a kézujjakon. Lefekteted hátul a lábujat, és kilégzéssel nyújtózik az első térd. Belégzés, visszajön, hajlít. Csak nagyon finom legyen ez a nyújtózás. Ne erőltesd, kérlek, mindig a hosszú izom közepét érezd, ne az izületeknél. És a következő belégzés, amikor előrehozott, támaszkodjál rá a combodra, emeld meg a mellkast. Hogyha nagyon fáj esetleg a térded, akkor a rüsztöt nyom bele a talajba, hogy kicsit puhítsd ezt a fájdalmat. Engedd le a karokat. Belégzéssel próbáld meg összeérinteni a tenyeret a homlok előtt, kilégzéssel pedig a comb alatt. Belégzés fent, kilégzés lent. Nyugodtan saját ritmusban ismételd még kétszer. És most, amikor lent van a tenyered, aktivizáld hátul a lábujjat, és belégzéssel emeld meg a hátsó térdet. Hogyha ez nem megy, akkor maradj el az előző pozíciónál, belégzés fent. Kilégzés, hajlít mind a két térd. Belégzéssel nyújtóztasd a térdeket. Legyen meg a megfelelő távolság a két lábad között, tehát minimum csipőszéles, hogy stabil legyél.
Következő belégzés után kilégzéssel engedd le hátul is a térdedet. Emeld meg újra a térdet és a csípőt, és lefele néző kutyapózba lépj hátra. Emeld meg a bal lábat, és háromszor húzd a térdet a két kéz közé. Belégzés vissza. Légy tudatos a mozdulatra. Lehet, hogy nem könnyű, akkor csak csinálj egyet. Minden alkalommal egyre többet és többet fog bírni a test. Lépj el a bal kéz helyére. Engedd le a térdet. Engedd le a lábfejet, és mozgasd át a térdet és a combot, előre-hátra súlyozz el, belégzés elől, kilégzés hátul, nyújt a térd. Csak amennyire jól esik. Következő alkalommal, amikor jössz vissza, támaszkodjál rá a combodra, emeld meg a mellkast, tudatosítsd az állásodat, és a belégzés megemel, érint a tenyér a homloknál, kilégzés, comb alatt. Ismételt párszor a mozdulatot. És amikor lent van a tenyered, akkor aktivizáld a lábujjat hátul, emeld meg a térdet és a csípőt, belégzéssel gyere fel, kilégzés mindkét tért hajlít, belégzés nyújt, kilégzés hajlít, belégzés nyújt. Még egyszer ismételd a mozdulatot. És kilégzéssel engedd le a térdet. Picit pihenj meg az állásba. Engedd le a tenyereket, emeld meg a csípőt, újra a térdet. Lépjél hátra lefele néző kutyapózba. Nyújtóz. Nézd meg, hogy most hogy megy a lefele néző kutyapóz. Felmente a pózusod. Figyeld meg, hogy érzed magad. Engedd le a térdeket. Engedd le finoman a mellkast. Feküdj le hason a szőnyegeden. Kis terpeszbe helyezd a lábakat. Lehet kifele és befele is forgatni a lábfejet, ahogy neked jól esik. Helyezd előre a karokat. És a jobb alkarra engedd le a homlokodat. Ne nyújtózzál túl előre a könyökökkel. A mellkas ne érje a talajt. És ebben a pozícióban engedd áramolni a légzésedet az orrodon keresztül, ne avatkozz bele, hanem csak figyeld meg a spontán légzésed minőségét. A Ginával mi most cserélünk mikrofon, ti maradjatok a krokodil pózba. Hosszan, mélyen lélegezz. Lélegezd át az egész derekad környékét. Érezd, ahogy a medencéd szinte feltöltődik a lélegzeteddel, és kiürül mindent elengedve a kilégzésed által, ami már nem szolgál téged. Minden belégzés lehetőség az új befogadására, és minden kilégzés lehetőséget ad az elengedésre. Elengedhetsz minden olyan gondolatot, ami feszülté tesz. És egyszerűen csak átengeded magadon, nem kötődsz hozzá, hanem beleengeded a térbe. Érezheted, ahogy a hasad belenyomódik a földbe, és puhán ellazul. Finom hasi légzéssel engedd, hogy az egész derekad és a hasad területe szinte átmosódjon. Aztán
Óvatosan kezd el megemelni a fejedet, húzd a két kezed a vállad alá, igazítsd vissza a lábaidat, úgyhogy párhuzamosan legyenek a lábaid, majd kezdj el megnyújtózni hátrafelé a két kezeddel, vagy így tartod a karjaidat, megemelve egy picit a mellkasodat, vagy pedig, ha lehet, akkor összefűzed az ujjaidat. Kiemeled a mellkasodat egy kígyó pózba, hátrahúzod a vállaidat, amennyire csak lehet, és nyújtózol hátra erőteljesen. Hogyha nyaki sérved van, akkor mindenképpen előrefele nézzél, hosszítsd a tarkódat, és egy picit húzd be az állad a tarkód irányába, nézd a földet. Tartsd ezt meg, és lélegezz hosszan, puhán, könnyedén. Most is tartsd a hasi légzést, hogyha lehet. Figyeld meg, hogy hogyan tudsz belül könnyedén és puhán lélegezni, anélkül, hogy befeszülnél. A tested feszült állapotban van, te viszont belül a légzésed által átengedsz magadon mindent. Aztán bontsd a kéztartásodat, forgasd oldalra a fejedet, és lazítsd el a vállaidat. Lazíts. Figyeld meg, ahogy kapcsolódsz a talajjal, ahogy leföldelődsz, hogy biztonságban megtart téged az anyaföld. Aztán ismét húzd a két kezed a vállad alá, hátul forgasd a lábfejed, a térdet tartsd lent a földön, és innen told fel magad a két kezed segítségével, nyújtózz hátra nyúlpózba. Jól esően nyújtóztasd meg a derekadat, picit mindig be is ringathatod magad, hogyha jól esik. Aztán a következő belégzéssel emelkedj fel, domború vagy egyenes háttal. Igazítsd vissza a térdeidet párhuzamosba, majd innen lassan csigolyáról csigolyára kezdj el felemelkedni. Lépjél előre a jobb lábaddal egy nagyot, és kezdj el hintázni előre-hátra egy picit, megnyújtóztatva ezzel a combod előső részét, a csípő horpasz izmodat, finoman előre-hátra, és itt elkezdhetsz egy nagy karkörzést. Előre húzod a karjaidat belégzéssel, fönt vannak a karok, és kilégzéssel lent. Közben hajlítod a térdet belégzéssel, hajlítod a térdet, nyújtózol fel, kilégzéssel hátul engeded le. És hogyha ezt követed a mozgást a tekinteteddel, akkor érezheted, hogy ez bizony egy egyensúlyi tartás is, kőkemény egyensúlyi pozíció. És hogyha megmozdítod a fejedet is, a tekinteted segítségével, akkor nem csak a nyakadat mozgatod át, hanem a belső füledben lévő egyensúlyi szervrendszeredet is dolgoztatod, és ezt tudatosítsd, hogy az idegrendszerednek nagyon jót tesz. Fiatalabbak maradhatunk ezáltal, ha az idegrendszerünk meg van dolgoztatva. Aztán állítsd meg ezt a mozgást, nyújtózz meg felfelé, és egy picit benne maradunk így. Arra figyelj, hogy ne dobd hátra a nyakadat, hanem ahogy nézel felfelé előre, picit húzd be az állat, hosszú a tarkó. Tartsd ezt meg. Hogyha ez nagyon nehéz, akkor nem kell süllyeszteni a medencédet, hanem húzhatod egy picit feljebb magad. Innen bontsd a kéztartásodat, és kezd el leengedni a jobb karodat magad mellett. Belégzéssel nyújtózd meg a bal karoddal, és finoman kezdj el a jobb oldalra dönteni, majd kezd el megint a fejedet forgatni le és fel. Megint csak az egyensúlyi szervrendszerünket dolgoztatjuk meg ezáltal, a fejforgatás által érezheted azt is, hogy igen, nehéz lehet tartani magad, de az is lehet, hogy neked ez nagyon könnyű. Állítsd meg a mozgást, a fejed mozgását, belégzéssel nyújtózz egy nagyot fel, kilégzéssel engedd le a két kezedet. Forgasd ki a lábfejedet, lépjél hátra, majd nyúlpózba pihentesd a csípő horpasz izmodat, lazíts. Húzd a két kezed a vállad alá, és innen szépen lassan csigolyáról csigolyára kezdj el felemelkedni, majd gyere ismét térdelésbe fel. Lépj most előre a bal lábaddal egy jó nagyot, és kezd el behintáztatni megint csak a medencédet előre-hátra mozgatva, kinyújtva a térded, előre-hátra. Nézd meg, hogy mennyire tud lesüllyedni esetleg a medencéd, mennyire tud megnyílni előre és hátsó irányba a csípőd. Aztán jöhet a karkörzés a mozdulattal együtt. Légzésre végezd, és megfigyelheted azt is, ahogy nagy karköröket végzel, ahogy
a lábaidon keresztül kapcsolódsz a földhöz, a mellkasnyitáson keresztül, a tekinteteden keresztül kapcsolódsz az égi energiákhoz. A föld és ég között ott vagy te magad. Figyeld a légzésed áramlását. És legközelebb, amikor nyújtózol felfelé, akkor tartsd meg ezt a felfele nyújtózást, félholdtartás, növekvő holdtartás. Nézel bele a tenyeredbe, figyelj, hogy ne dobd hátra a fejed, picit állad, húzd be, és a tarkód maradjon hosszú. Ezt onnan tudod leellenőrizni, hogy nincsen redő a tarkódon, nem redőződik a bőröd a tarkódon. Következő kilégzéseddel bonsd a tartásodat, engedd le a karjaidat, forgasd ki a lábfejedet, és lépjél hátra. Nyúlpózba pihenj meg, lazíts. Engedd, hogy a csípőhorpaszizmod egy pici lélegzethez kapjon. Aztán a következő belégzéssel kezdjen megemelkedni egyenes háttal. Nyújtsd ki hátul a térded, emeld a csípődet, lefele néző kutyapóz. Innen jövünk előre deszkapózba, és lefele néző kutyapózba ismét. Megint deszka, és lefele néző kutyapóz. Ezt is légzésre végez. Nagyon fontos, hogyha neked ez gyors, akkor mindig lassíthatod a mozgást. Hogyha viszont gyorsabb a légzésed, mint a miénk, akkor csinálhatod gyorsabban, vagy akkor megfigyelheted azt, hogy esetleg túl gyorsra felment a púzus, és egy picit megpihenhetsz. Minden egyes mozdulatod legyen tudatos, és a következőre vagy ezt folytatod, vagy hogyha a csípőd és a medencéd engedi, akkor elkezded egy picit beengedni a medencédet, anélkül, hogy letennéd a combodat, kiemeled a mellkasod, és előre nézel, nem felfelé, behúzod az állad. Aztán megint köldökből emeled a medencédet. Hogyha valaki derékfájós, akkor ezt nem javaslom, akkor csak marad a deszka és a lefele néző. Hogyha jönne tovább valaki, akkor beleengedi a medencéjét. Tartod, tolod el magad a karodtól, leengeded a vállad a fülettől, majd jössz felfelé. Ezt is a saját légzésed ritmusában csináld végig. Figyeld meg, milyen érzés, ahogy megnyílik a mellkasod, ahogy aktivizálódik a köldököd, ahogy erős a törzsed. Még egyszer. És legközelebb, amikor lefele néző kutyapózba vagy, figyelj, innen ki fogunk lépni a jobb lábunkkal a jobb kezünk mellé, tehát a külső részére előre nézel, és a jobb lábbal a jobb kezed külső részére lépsz, vagy ha nem sikerült oda, akkor egy kicsit hátrébb, majd a bal lábbal is a bal kezed külső részére lépsz, és elkezded sűjeszteni a medencédet, amennyire lehet. Ha itt fent van a sarkad, semmi gond, akkor fenn is tarthatod a sarkad, ez nagyon függ attól, hogy kinek milyen az anatómiája, és elkezdheted esetleg beringatni magad egy málászanába, ha ez nem megy, akkor tartsd lent a kezed, és akkor csak nyitod a csípődet. Hogyha málászanába jönnél, akkor húzd a két kezed a szívedhez, és told kifelé a két könyököd segítségével a térdeidet. Aztán bonsd a kéztartást, figyelj! Itt most állítsd be párhuzamosan, vagy egy kicsit csámpásabbra a lábad, hajolj rá a combjaidra, erősen hajlítsd a térded, hátul fűzd össze az ujjaidat, és engedd süllyedni a két karodat a tala irányába, érezd, hogy húzza őket a gravitáció. A mellkasod a két térdet között, mellkasod a combjaidon támaszkodva, majd innen engedd süllyedni a medencét, bonsd a kéztartásodat, és belégzéssel nyújtózd meg felfelé. Kilégzéssel oldalt engedd le a karjaidat. Belégzéssel nyújtózz ismét fel. Kilégzéssel fűzd össze hátul az ujjaidat. Belégzéssel emeld ki a mellkasod, kilégzéssel hajlítsd erősen a térded, és a mellkasod engedd be a két combot közé, közben engedd süllyedni a két karodat. Innen bonsd a kéztartásodat, elől támaszkodj le, kicsit a sarkadat húzd beljebb, és málászanába kezdjél lecsücsülni. Nem baj, ha fent van a sarkad, itt mindig hintázhatsz, vagy beleülhetsz a málászanába, ami neked úgy érzed, hogy most szükséges a csípőd nyitásához.
aztán bontsd a kéztartást, és lépjél hátra mindkét lábaddal lefele néző kutyapózba. Következő belégzéssel emeld meg a jobb lábadat nyújtva, és kilégzéssel lépj előre a két kezed közé. Engedd le hátul a sarkad, és belégzéssel gyere nyújtózd meg felfelé. Előre néz a medencéd, hátul megint fűzd össze az ujjaidat, forgasd hátra a vállaidat. Hogyha nem tudod összeérinteni a két kezed, akkor azt is csinálhatod, hogy megfogsz esetleg egy sálat, vagy egy hevedert, ami a kezednél, kezed ügyébe van, és azzal széthúzod a két kezedet. Hogyha nagyon laza a vállad, akkor pedig csinálhatsz hátsó namaszté tartást, amikor hátul összeengeded a két tenyeredet. Mi maradunk a közép vonalnál. Picit hajlítsd be a jobb lábad térdét, és erre fogjuk ráengedni a mellkasunkat. Kezdj el előre fele nyújtózni, miközben húzod szét a lábaidat nagyon aktívan, és ráengeded a mellkasodat combodra. Ha tudsz tovább jönni, akkor engeded süllyedni a fejedet, a homlokodat közelíted a lábszáradhoz, és engeded a karjaidat is a gravitáció által húzódni lefelé. Innen bontsd a kéztartásodat, engedd le a két kezedet, hátul emeld meg a sarkat, engedd a térdedet is, hogy még jobban behajlítsd, és itt engedd le a térded, majd belégzéssel kezd el megemelni a jobb karodat felfelé. Kilégzéssel húzd át a jobb combod alatt a karodat. Belégzéssel emeld meg. Kilégzéssel húzd át. A belégzésed megemel. A kilégzéssel húzd át. Figyelj, következő belégzéssel nyújtózd meg, maradj benne, és esetleg, hogyha benne van a testedben, akkor hátul emeld meg a térded, és told hátra a sarkad. Válaszd le a köldököd a combodról, aktivizáld az egész köldöködet, a belső hasizmaidat, ahogy húzod felfelé a köldöködet. Innen engedd vissza a kezed, ha lent van a térded, vagy akár fent, akkor lépjél hátra. Deszka vagy sosanka, és nyújtózz lefele néző kutyapózba. Lefele néző kutyapózba pihenj, ha ez nem pihentető, számodra mindig választhatod a babapózt. Következő belégzéssel emeld meg a bal lábad nyújtva, és kilégzéssel lépj előre. Léphetsz a kezed mögé is, nem kell olyan nagyot, engedd le hátul a sarkad, és belégzéssel emelkedjél fel. Nyújtózz meg, majd kilégzéssel hátul fűzd össze az ujjaidat, vagy választhatod az előbb megbeszélt kéztartásokat is. Hajlítsd be elől a bal lábad térdét, ügyelve arra, hogy a térded ne előzze meg a bokádat. Nyújtózz egy nagyot belégzéssel felfelé, és kilégzéssel kezdj el ráhajolni a combodra, úgyhogy a mellkasod érintse a combodat. Engedd süllyedni a karjaidat, és engedd, hogy a homlokod közelítsen a lábszáradhoz. Húzd közben szét a lábaidat aktívan, mintha szét akarnád húzni a jóga szőnyegedet. Aztán bontsd a kéztartásodat, engedd le a két kezedet, nyugodtan igazítsd be a lábad, hogyha kell nagyobb terpesz, akkor kukacolj előrébb, hajlítsd be a térded, engedd le hátul a térded a lábfejed, belégzéssel, csavarással gyere fel, nyújtózd meg a bal karoddal, kilégzéssel húzd át a bal combod alatt a kezed. Belégzéssel nyújtózd, nyisd a mellkasod, és kilégzéssel lazán vissza. Még egyszer, egy párszor végezd el, és tudatosítsd, hogy nem csak a váll és a nyak területe a stresszes területek, hanem hölgyeknél például a csípő és a medence is tud stresszor lenni, tehát itt tárolódnak az érzelmek, a fel nem dolgozott információk, érzések. Ezért jó lehet a csípőt is mindig megnyitni. Állítsd meg a mozgást, nyújtózz felfelé, vagy így maradsz, vagy hogyha az előbb tovább jöttél, forgasd hátul a lábfejed, és emeld meg a térded. Köldöködet válaszd le a combodról, nyújtózz felfelé, emeld a köldököd magasra, és nézzél bele a tenyeredbe, vagy azon túl el a végtelenbe. Innen finoman engedd le a kezedet, és lépjél hátra, vagy deszka, vagy térdelőtámasz, és gyere lefele néző kutyapózba. Itt pihenünk egy picit, pár lélegzetvételig. Tudatosítsd, hogy a lefele néző kutyapóz nagyon jótékony hatású. Most bármikor a napodba beiktathatod ezt a pózt. Egy fordított testhelyzet, ami felfrissíti az elmét,
Elazítja a belső szerveket, gátizmot, megnyújtóztatja a testet hátulsó felét. A következő figyelj kilégzéssel, lépjél előre most a bal lábaddal a bal kezed külső részére. Jobb lábbal a jobb kezed külső részére. Engedd süllyedni a medencét, málászana, vagy annak bármilyen variációja. Húzd a két kezed esetleg a szívedhez, hogyha ez benne van a testedben. És itt arra figyelj, hogy ne legyél összeesve, hanem emeld ki a mellkasod, nyújtóztasd felfelé a fejtetődet, és egyenesítsd a hátad, ha lehet. Innen bontsd a kéztartást, forgasd kifelé a sarkaidat, kicsit csámpásan állhatsz, hajlítsd a térdeidet erősen, hátul fűzd össze az ujjaidat, és engedd süllyedni megint csak a karjaidat. Hajlítsd erősen a térded, engedd süllyedni a medencét, bontsd a kéztartásod, belégzéssel gyere fel, és kilégzéssel engedd süllyedni a két karodat. Igazítsd vissza a lábaidat párhuzamosba, figyeld meg, hogy érzed magad, tudatosítsd a légzésedet. Majd a következő belégzéseddel nyújtózz meg mindkét karoddal felfelé, a kilégzéseddel hajlítsd erősen a térded, és székpózon keresztül alázatosan borulj rá a combjaidra. Belégzéssel egyenesítsd a hátad egy féltartásba, majd hajlítsd mindkét térded, lépjél hátra deszkapózba. Engedd le a térdeidet, szorosan hajlítsd a könyöködet, belégzéssel egy kis kobrapózba emeld ki a mellkasod, nézzél előre, majd kilégzéssel gyere lefele néző kutyapózba. A lefele néző kutyapózból engedd vissza a térdeidet a talajra, vagy hátul keresztezd a lábad, és úgy húzd előre magad, vagy pedig kiülsz a lábad mellé, és úgy helyezkedj el a szőnyegednek a közepén. Mi most megfordulunk. És elkezdünk a talaj felé orientálódni. Fogd meg a két combodat, és lassan, nagyon lassan, jól megnyújtóztatva a hátadat, gördülj finoman, lassan, hanyat fekvésbe. Itt pihenj meg a talajon, érezd, ahogy a hátad hozzáér a földhöz, ahogy megnyugszik a légzésed. Majd kezd el felhúzni a jobb lábad térdét, kulcsold át a kezeiddel, és nyújtsd ki a bal lábadat a talajra. Lélegezd át az egész bal oldaladat hosszan, mélyen, hasi légzéssel. Érezd, ahogy egészen a csípődig árad a légzésed. Hosszú, mély a légzés. Aztán fogd meg a bal kezeddel a jobb térded, és húzd át a bal oldalra, közben nyújtsd ki a jobb karodat, és nézzél el a jobb kezed irányába. Nem baj, ha nem ér le a vállad, az se baj, ha nem ér le a térded. Lazíts. Engedd bele magad az alátámasztásodba, engedj el minden feszültséget, lazítsd az állkapcsodat, az arcod izmait. És csak érezd, hogy a tested, ahogy elengeded, húzza lefelé a gravitáció. Finoman húzd vissza a térded. Nyújtsd ki a lábad. Fogd meg vagy a térdhajlatodat, vagy hogyha megy, akkor a bokádat is megfoghatod. És kezd el egy picit megemelni a homlokodat. Majd innen engedd vissza magad, és lábtartást cserélünk. Hajlítsd be a jobb lábad térdét, engedd le a talpad, majd húzd fel a bal térded közel a mellkashoz. Innen nyújtsd ki a jobb lábadat, hogyha lehet, és lélegezd át az egész jobb oldaladat. Hosszú, mély a lélegzet. A belégzésed megnyit és kitágít. A kilégzés lehetőséget ad a már felesleges dolgok elengedésére. Aztán a jobb kezeddel húzd át a térded a jobb oldalra, nyújtózd meg a bal karoddal oldalt, és nézzél el a bal kezed irányába.
Lazíts, és engedd, hogy a testet süllyedjen a gravitáció által. Lazítsd el a vállad, medencét, érezd a csavarást a gerincedben, figyeld meg, milyen érzeteket hoz maga a csavarás, hogy mennyire tudod beleengedni magad egy csavart helyzetbe, egy kitekert helyzetbe. Igyekezz minden feszültséget elengedni, és átadni magad a talaj húzásának. Aztán finoman kezd el megemelni újra a térded, kezd el kinyújtani a lábadat, ott fogd meg hátul, ahol sikerül, lehet ez a combod, vagy a bokád is, és kezd el megemelni egy picit a homlokodat. Aztán engedd vissza a fejed, és figyelj, most emeld meg mindkét lábadat, és emeld meg mindkét karodat az ég felé, és kezd el bátran rázogatni a karokat, lábakat, bátran, mintha kiráznál magadból mindent, ami téged már nem szolgál, mindent, ami nem kívánt dolog, amit nem akarsz gondolatot már többé, vagy feszültséget, hanem egyszerűen kirázod magadból, a csontjaidból, az ízületeidből, az izmaidból, a sejtjeidből, kirázol mindent. Aztán állítsd meg finoman a mozgást, és figyeld meg, hogy maradt-e ott bármilyen bizsergő, meleg érzet, vagy akár hűvös. És finoman húzd a két térdedet a mellkasodhoz, öleld át a karjaiddal a lábaidat, és egy picit jobbra-balra hintáztasd meg magad. Állítsd meg a hintát, és kezd el megemelni a homlokodat. Húzd fel a térdedhez, jó picire húzd össze magad. Majd innen kezd el visszaengedni magad a talajra, és helyezkedj el a relaxációba. A relaxációhoz érdemes akár, ha derékfájós vagy, akkor tegyél egy párnát a térdeid alá, egy picit megemelvén ezzel a térdeidet, és legalább a medencédet takard be. A két karodat helyezd magad mellé, ha lehet tenyérrel felfelé vagy magad felé, ellazítva a mellkasodat, a vállaidat, és lazíts. Kényelmesen helyezkedj el, hogy ne kelljen megmozdulnod egy pár percig. Tudatosítsd, hogy biztonságban vagy a relaxáció során. A talaj megtart téged stabilan, szeretően. Tudatosítsd tested körvonalait, és figyeld meg, hogy maradt-e bárhol feszültség a testedben, hogyha igen, akkor mindig végezhetsz egy olyan gyakorlatot, hogy belégzéssel megfeszíted az egész testedet, és kilégzéssel ellazítod azt. Belégzéssel megnyújtózol az ujjaiddal, lábujjakkal, fejtetővel, és kilégzéssel egyszerűen csak ellazítod. Légy nyitott és befogadó a körülötted lévő hangokra, zajokra, engedj át magadon mindent. Lazíts. Kezd el megfigyelni a légzésed áramlását, ahogy az orrjukaidon keresztül áramlik finoman és puhán a lélegzeted. Képzeld el, ahogy minden egyes kilégzéssel egyre jobban elengeded magad, ellazítod magad. Figyeled a légzésedet, ahogy egyre jobban ellazít a légzés.
Képzeld el, hogy a belégzésed a fejtetődön keresztül áramlik a testedbe, és a kilégzésed a talpadon keresztül árad a térbe. Majd a talpadon keresztül újra beáramlik a lélegzet, és a fejtetődön keresztül áramlik ki a légzés. Belégzés fejtetőn átjárja a tested, és kilégzés a talpadon keresztül áramlik kifelé. Majd a talpadon keresztül be, és a fejtetődön ki. Minthogyha átszőnéd magad a téren a légzésed segítségével. Minthogyha a figyelmed tűje a légzés fonalával beleszövi magát a térbe. Kezd el visszahúzni lassan a figyelmed a tested körvonalaira. Érezd meg a tested formáját. Érezd, ahogy a légzésed pulzálóan mozgatja a testedet. Ha jól esik, akkor mélyítsd egy picit a légzésedet, és kezd el finoman megmozdítani a kézujjaidat, lábujjaidat. Esetleg forgathatod a fejed egyik oldalról a másikra, és megnyújtózhatsz, akár felhúzott lábakkal, akár nyújtott lábakkal, és hogyha bármire szükséged van még mozgásban, akkor nyugodtan tedd meg. Majd fordulj át a jobb oldaladra, amikor készen állsz. És még egy picit a jobb oldaladon pihenj meg, megfigyelve azt, hogy hogy érzed magad a jóga gyakorlásod után. Óvatosan, amikor készen állsz, akkor kezd el feltolni magad a két kezed segítségével. És engedd össze a két kezed a szíved előtt. Engedd, hogy a két hüvelykujjad hozzáérjen a mellkasod közepéhez, és a hála érzete átjárja az egész testedet. Köszönjük a testünknek, hogy szolgál minket. Köszönjük a mindenhatónak, hogy itt és most létezhetünk, tapasztalhatunk. Köszönjük nektek, hogy itt és most együtt vagyunk. Namaste. Namaste.